Szántó Attila vagyok, a Turivár intézményvezetője. Fő célkitűzésünk az, hogy a Turivár látogatottságát jó alaposan megemeljük, hogy minél több látogatónk legyen. A csodálatos rendezvényközpontban, ahol évközben 10 kiállításra válik hozzánk látogatókat. A Turivárat az 1300-as évek végén kezdik el építeni, az Újlaki család. Ez egy három helyiségből álló palota volt, a mai napig megvan, fennmaradt, forráskúttal mellette, és ebből fejlődött ki a mostani Turivár a későbbiek folyamán. Ugye jött a török, akkor védművet kellett építeni, ez a palotát fejlesztették tovább, többször vontak mellé kőfalat, és ebből lett a jelenleg ismert Turivár. Aztán később időben is építettek hozzá a barokkorba is, és aztán az egészen modern korba is, 70-es években is újítgatták, építgettek, aztán pedig építettük mi is a 2011-ben átadott felújítással. A vár a fénykorát Végvári erődrendszerbe Végvárként éli, Turi György kapitány irányításával. Ekkor ugye ez határvonal a három részre szakadt Magyarországnál. Az útvonalak védelmét is ellátták ezek a várak. És ugye hát az 1566-os csata tette igazán híres, amikor budai arszánpasát Turi György visszaveri a vár alól. Egy elég jelentős létszámfölényben lévő török sereget sikerült megfutamítani. Ezért is van az, hogy ma is Turi György nevét viseli a vár, és igazából a tereket is úgy neveztük el, hogy emlékeztessenek minket a török korra, hiszen ez hős kor a várpalotának. Hogyha bejönjünk a palotába, akkor ott találkozhatunk a helytöltetti kiállítással. Várpalota területe a neolitikumtól, tehát az őskortól lakott terület. Folyamatosan laktak itt emberek, nagyon jó vadászterület volt itt a Bakony lábánál, kiváló vizek találhatóak a mai napig itt Várpalotán, és ezért szeretettel lakták az emberek. Hogyha tovább haladunk a kápolna irányába, akkor ott megcsodálhatjuk a felújított kápolnát a resorolált falakkal, és találkozhatunk Maczon Frigyes kiállításával is, hogy egy helyi szobrászművész, aki itt alkotott Várpalotán. Hogyha felmegyünk az első emeletre, a legnagyobb termünkben, a rendezvénytermünkben, egy népviseleti kiállításra találkozhatunk. Ez a kiállítás, ez Hámori Sándor gyűjteménye. Közel 300 rend népviselettel rendelkezik, szőtesekkel, bútorokkal, kiegészítőkkel. És a gyűjtő jóvoltából van nálunk ez a kiállítás. Színes és eléggé egyedi kiállításról van szó. A konferencia termünkben található a Végvári Vitézek című fotókiállítás, amely Jánvári Zoltán kezemunkája, Amerikában élő fotográfus, grafikusnak a munkái tekinthetőek meg. Tovább menve a lovakterembe találkozhatunk a katonaviseleteket bemutató kiállítással, amely a honfoglalástól napjainkig mutatja be a magyar katonák viseletét. Középen kicsit a hölgyeknek is kedveskedünk, Attilákkal, Bocskaikkal, Kazincikkal, női viseletekkel, női ruhákkal. A török teremben Csepin Péter és a Bakonyi Poroszkálok táratát lehet megtekinteni. Ők azok a híres hagyományőrző fiatalok, várpalotai fiatalok, akik lóháton több tízezer kilométereket tesznek meg hagyományőrző ruhába, ezzel is a magyar huszárok érdemeit kiemelve. Az első emeleten található még a bányászati gyűjtemény. Ugye várpalota múltjához szorosan kapcsolódik a bányászat, és ennek a bányász múltnak a kiváló relikviáit gyűjtöttük össze egy elég nagy területen. Igazán izgalmas kiállítást rendeztünk be a bányászati emlékekből. A második emeleten a Márványterem bejelen pillanatban Salvador Dali kiállítást tekinthető meg. Minden évben igyekszünk egy neves kiállítást idehozni. Tavaly Vazraléli volt, idén Salvador Dali van, jövőre pedig meglepetések készülünk a hozzánk látogatóknak. A várfolyosókon vannak még kisebb kiállítások, fajáték kiállítás, vasaló kiállítás, és persze megtekinthető a várfok is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Bakonyra is és délre is a várpalotai tavakra. Tavalyi évben, 2012-ben 100 rendezvényt bonyolítottunk le. Itt gondolunk például esküvőkre, polgári szertartásokra, a konferenciatermünkben, ami egy egészen modern konferenciaterem, mégis még eléggé patinás és illik a várhoz. Aztán a bálokhoz, állófogadásokra gondolok, kiállításokat szervezünk folyamatosan, illetve konferenciákat is szervezünk. Volt nemzetközi konferencia is, komoly zenei előadások voltak, volt könnyű zene is a várudvarban. Szóval igazán elmondhatjuk azt, hogy bárki, aki a kultúra iránt érdeklődik, nálunk megtalálja a számítását és találja a programot az év folyamán, ami biztosan érdekli. Azért érdemes Várpalotára ellátogatni a Turi várba, mert Magyarország egyik legépebben maradt középkori várával találkozhat a közönség, illetve tényleg olyan színes kiállításokat rendeztünk be, ami minden korosztályt megérint. A gyerekek rendszeresen csodálkoznak rá ezekre a hímzésekre, micsoda kézi munka van itt összerakosztva. De hogyha valaki csak a bányászati múzeumot szeretné megnézni, felületnek a műszaki érdeklődésének is tudunk kínálni kiállítást. Szóval
Azt hiszem, hogy minden korosztályt és minden érdeklődést ki tudunk elégíteni itt Várkoltán. Szeretettel várunk mindenkit.